Sziasztok! A mai videóban olyan termékekről lesz szó, amit nekem valami miatt nem váltak be. Én egyszerűen imádom az ilyen videókat nézni másoknál, úgyhogy remélem, hogy ti is hasznosnak fogjátok találni. Minden ilyen videó elején elmondom, de most is el fogom mondani, attól, hogy valami nekem nem vált be, attól még nektek lehet az egy kedvenc termék. Nem vagyunk egyformák, nem egyforma a bőrtípusunk, a hajunk, az ízlésünk. Szóval, ha nekem valami nem vált be, de ti imádjátok, akkor ne vegyétek magatokra. Illetve attól, hogy egy márkának van egy vagy több terméke, amit nem szeretek, az nem azt jelenti, hogy azt az adott márkát nem szeretem. Csak hát bizony belefut az ember egy-két olyan termékbe, amik nem annyira sikerültek jól, de nem is húzom tovább a szót, hanem vágjunk bele. Az első dolog, amiről beszélni szeretnék, az a L'Oréal Paris Botanicals Fresh Care sáfrányos szeklicés sampon, amit száraz hajra ajánlanak. Ebben nincsen szilikon, parabének, illetve színezékek és mindenféle ilyen természetes összetevők vannak benne. Nagyon-nagyon vártam már, hogy elfogjon az előző samponom és kipróbálhassam végre ezt, de sajnos az a helyzet, hogy nem jött be nekem. Mégpedig azért nem, mert azt vettem észre, hogy irritálja a fejbőrömet. Igazából nem tudom, hogy pontosan micsoda, meg miért, de viszketett utána a fejbőröm. Körülbelül 4-5 alkalommal használtam, és semmilyen más új hajápolót nem használtam akkor, amikor ezt kipróbáltam. Úgyhogy sajnos eléggé valószínű, hogy emiatt, a sampon miatt viszketett a fejbőröm. Amit egyébként nagyon sajnálok, mert tényleg nagyon kellemes illata van, meg úgy a hajamat egyébként úgy jól ápolta, de amit a fejbőrömmel csinált, az nem igazán tetszett nekem. A következő termék, amiről beszélni szeretnék, az a Pubának az extra gyengét körömlaklemosója, ami annyira gyengét, hogy konkrétan nem viszi le a körömlakkot, vagy hát legalábbis nagy szenvedések árán a legegyszerűbb krémfinisű lapot alig tudtam leszedni vele, tényleg többször át kellett menni a körmömön jól átáztatni a vattakorongot. Szóval ez szerintem nem túl gazdaságos, meg hát egyszerűen nem hatékony. Itt van ez a Dove Beauty Finish dezodor, ami igazából azért furcsa, hogy itt van egy ilyen antikedvences videóban, mert én egyébként szeretem a Dove-nak ezeket a fújós dezodorjait, de ez igazából nem jött be, és nem is a hatásával volt bajom, hanem nem tudom, valahogy az illata nem tetszett nekem, szóval ez egy ilyen szubjektív dolog, igazából tényleg csak az illatával volt bajom, de egyszerűen idegesített körülbelül már a harmadik használat után, úgyhogy csak így elfújogattam magamra, de még van benne. Van itt két arcra való fényvédő is, ugye elég sok ilyesmit használtam nyáron. Az egyik az az Eucerin Sun Protection 50 pluszos gélkrémes fényvédő, amivel több problémám is volt. Az egyik az, hogy amikor felkentem az arcomra, mindig ezek a mentő autók olyan. Szóval ezzel több problémám is volt. Az egyik az, hogy amikor felkentem az arcomra, akkor egy ilyen furcsa, húzódó, szárító, vagy nem is tudom milyen érzést tapasztaltam. Ugye nekem a T-zónám az viszonylag olajos nyáron, úgyhogy azért gondoltam, hogy ez jó lesz az én kombinált bőrömre. De nem, és utána megnéztem az összetevő listát, és azt láttam, hogy denaturált alkohol van az összetevők között, úgyhogy sajnos biztos, hogy emiatt nem jött be nekem, mert az én bőröm eléggé érzékeny az alkoholra, úgyhogy egyrészt emiatt sem vált be, a másik pedig az, hogy konkrétan ilyen kis puklik lettek tőle a homlokomon, nem pattanások, de ilyen kis piros puklikák. Szóval egyszerűen kipatogott tőle a bőröm, ahogyan ettől az Uriage Barrier Sun 30-as fényvédőtől is. Ugyanúgy, nem tudom, egyszerűen vagy túl nehéz volt a bőrömnek, vagy fogalmam sincs, de ettől is kipatogott a bőröm. Úgyhogy visszatértem utána az Uriage-nak az 50-es fizikai fényvédős fényvédőjére, mert hogy azt már tavaly nyáron is használtam, és semmi gondom nem volt vele, de ez sajnos egyáltalán nem jött be nekem. Na hát emiatt nagyon vérzik a szívem, mert azt hittem, hogy ezt imádni fogom, de nem. Ugyanis én a Garnier-nek a rózsaszín kupakos micellás vizét használom, és tényleg egyszerűen imádom. És azt gondoltam, hogy ez is lesz annyira jó, ez ugye egy ilyen micellás arclemosó gél, érzékeny bőrre ajánlják, azt írja, hogy eltávolítja a sminket, tisztítja és nyugtatja a bőrt. És igazából amiatt vettem meg, mert ugye van ez a Foreo arctisztító készülékem, amiről csináltam korábban egy videót. Nagyon-nagyon szerettem, és ahhoz keresem valamilyen zselés arclemosót tulajdonképpen. És ezt vettem meg végül, de hát láthatjátok, hogy alig használtam belőle, ugyanis azt tapasztaltam, hogy miután megtisztítottam ezzel az arcomat, húzódott a bőröm, illetve valahogy olyan száraz is volt, pedig illatanyagmentes, meg azt írják, hogy kíméletes az összetétele,
de sajnos valami miatt mégsem vált ez be nekem, úgyhogy ezt majd szerintem odaajándékozom valakinek, mert azért egy majdnem egész flakont nem fogok kidobni. És ha jól látom, már csak sminttermékek vannak hátra. Az első, amiről szeretnék beszélni, az a Catrice Cool & Matte Primer Stick, ami talán valami limitált kollekciónak volt szerintem a része. Ennek ugye az lenne a lényege, hogy ez egy ilyen kis mattító primer stick, amit felkensz így a bőrödre, és akkor elvileg ez segít minél tovább mattan tartani a bőrödet, illetve a sminkedet. Na most ez konkrétan semmit nem csinált. Emlékszem, hogy valamelyik videóm előtt kentem be ezzel az arcomat, hát gondoltam, hogy valami jó kis mattító primert felteszek, erre esett a választásom, és konkrétan az égvilágon ez semmit nem mattított a bőrömön, meg a sminkemen. Van itt még egy Catrice Shine Appeal Fluid Lipstick, vagyis folyékony ajakrúzs, ez a 080-as Rosewood Hue árnyalat, ami szerintem egy gyönyörű szép szájfény, láthatjátok, hogy ilyen nude, természetes színe van, viszont ez a neve szerint egy fluid lipstick, tehát folyékony ajakrúzs, de ez nem az, mert ez konkrétan egy szájfény. Egy szájfénynek egyébként szerintem tök jó, na de most, hát nézzétek már meg ezt a szvacsot, most ez egy folyékony ajakrúzs szerintetek? Mert szerintem nem, ez egy szájfény. Szájfénynek tök jó, de nem annak hirdeti magát, úgyhogy folyékony ajakrúzsnak sajnos nem jó. Van itt még egy Catrice termék, ez a Lash Dresser Comb Mascara, vagyis ez egy ilyen fésűs szempillaspirál, tudjátok, aminek úgy néz ki a keféje, mint egy kis fésű. És ezzel az volt az egyetlen egy problémám, hogy túl sok festéket vesz föl ez a kis fésű rész, és minden használat előtt így le kellett húzogatnom, meg így ügyeskednem kellett vele, hogy ne maradjon túl sok festék ezen a kis fésűn, mert egyébként szép pillákat csinált, de hogyha nem húztam le róla ezt a rengeteg felesleges festéket, akkor összetapasztotta a pillákat, és azt nagyon-nagyon nem szerettem. Szóval ez kicsit ilyen szeret, nem szeret. És még egy Catrice termék, bocs, tényleg, egyébként imádom a Catrice termékeket, de hát ennél a márkánál is belefutottam azért néhány olyan dologba, amit annyira nem szerettem. Szóval itt van ez a három pirosító, ami nem tudom, egyszerűen kicsit olyan meh volt, ez is csillámos, meg ez is csillámos, én nem szeretem a csillámos pirosítókat, mert egyszerűen kiemeli a textúrákat a bőrömön. Akinek gyönyörű, babapopsi, simaságú bőre van, annak biztos nincsen problémája a csillámos pirosítókkal. Ez a szín egyébként itt nem rossz, de ez meg annyira egy kis alapszín, van három másik ilyen színű pirosítóm, úgyhogy nekem ez a paletta nem igazán vált be. A következő, amiről beszélni szeretnék, az a Maybelline Master Strobing Stick, ilyen highlighter stift, ami egyébként egy gyönyörűséges, ilyen barackos színű highlighter, hát nem tudom, hogy mennyire látjátok. Igazából pont ez a problémám vele, hogyha így töményen fölviszem, akkor szépen látszódik. De amit az ember elkezdi eldolgozni, végére szinte nem marad belőle semmi. Szóval ezt igazából csak úgy tudom elképzelni, hogy egy más valamilyen highlighterrel így kiegészítésként. Önmagában nekem ez túl kevés. Aki szereti a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon enyhe és természetes highlightereket, annak ez bejöhet, de nekem ez már túl természetes volt. A következő, amiről beszélni fogok, az egy óriási nagy csalódás, és vérzik a szívem, hogy ebben a videóban szerepel, ez a Bobbi Brown highlighter, mégpedig a Pink Glow árnyalatban, így néz ki, gyönyörűséges, tavaly karácsonykor leptem vele meg magamat, akkor kedvezményesen jutottam hozzám. Az a problémám vele, hogy alapvetően nem egy rossz highlighter, de nem vagyok elájulva tőle, mert hogy ebben is vannak csillámok, és egyszerűen ez is kiemeli a textúrákat a bőrömön, és valahogy nem igazán mutat szépen az arcomon. De tulajdonképpen még meg is bocsáthatnám neki, de eredeti áron ez a highlighter 15 ezer forintba kerül. Na most egy 15 ezer forintos highlighter az tényleg ilyen legyen, de ne, most komolyan. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy a nem tudom 1500 forintos Catrice highlighterem jobb ennél, úgyhogy úgy döntöttem, hogy már vérzik a szívem, de megválok tőle, sorry Bobbi Brown, de ez nem jött be nekem. Van még itt egy Love Cosmetics Lovicious Caring Volume Gloss, ami egy szájfény, és láthatjátok, hogy ennek is nagyon szép kis nude színe van, és ez egyébként eléggé pigmentált is,
Nagyon-nagyon tetszik nekem a színe, de azon gondolom vele, hogy valahogy túl sűrű a textúrája, és kiemel minden apró kis vonalat, meg száraz kis foltot az ajkakon, és hiába hidratáltam alá, valahogy akkor sem mutatott szépen a számon, nem tudom, valami a textúrájával nem oké ennek a szájfénynek, pedig egyébként a színét tényleg nagyon-nagyon szerettem, de körülbelül egy használat után rájöttem, hogy ez nem jön be nekem. Van itt egy pupa körömlak is, ez a Lasting Color Nude körömlak. Nem a színével van a bajom, hanem ezzel az ecsettel. Nem tudom, hogy mennyire látjátok. Ez az a típusú körömlak ecset, amitől a falra mászom, és amivel mindig egy macera a körömlakkozás. Ez a nagyon-nagyon hosszúkás kis ecset, nagyon vékony, és megőrülök tőle, mert én nagyon béna vagyok körömlakkozásban, de ezzel az ecsettel meg aztán ultra gáz vagyok. Szóval amit ezzel művelek, azt nem akarjátok látni. Úgyhogy igazából csak az ecsete a gáz, egyébként a pupának vannak olyan körömlaki, amiknek ez a rövid, széles ecsete van, amit én nagyon-nagyon szeretek, de ez nem azok közé tartozik. És az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék, az egy Revlon highlighter, pirosító, ki minek nevezi, ez a 020-as Rose Glow. Ez a 020-as Rose Glow árnyalat, és hát ez igazából egy ilyen csíkos pirosító, írtam a blogon, összehasonlítottam két másik hasonló termékkel, és igazából ez a pirosító végzett az utolsó helyen a másik kettőhöz képest. Az a gondom vele, hogy rengeteg csillám van benne, és emiatt egyszerűen nem mutat szépen a bőrömön, úgyhogy sorry, de ez sem jött be nekem. És ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy hasznosnak találtátok. Ha esetleg van olyasmi a bemutatott termékek között, amit ti is utáltok, vagy mondjuk nektek kedvencetek, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben, vagy ha esetleg volt mostanában valami olyan termék, amiben óriási csalódtatok, akkor azt is osztátok meg velem és a többiekkel. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!